Jó estét kívánok! Önök Pécsváros televíziójának műsorát látják, tartsanak velünk. Rövidesen kezdődő információs műsorunk előtt kérem, hallgassák meg rövid híreinket ma, június 9-én, kedden. Augusto Sarmiento amerikai professzor tartott tudományos előadást ortopédiai és traumatológiai szakembereknek tegnap a Pote 400 ágyas klinikáján. Együttes ülést tart Frankfurtban a német és japán idegsebészeti tagság, melyre meghívott előadóként ma elutazott a Pote két vezető idegsebésze is, dr. Dóci Tamás professzor igazgató és dr. Balázs István az idegsebészeti tím vezetője. A Papnövelde utcai volt kisegítőiskola tantestülete június 12-én 18 órai kezdettel búcsúzik az épülettől. Várják sok szeretettel minden régi növendéküket és munkatársukat. Magyarországon eddig még nem alkalmazott új eljárással vizsgálják Pécsett a szennyvíz és csapadék csatornákat. Először a peremkerületek kerülnek sorra, a csatornák füstfejlesztő géppel történő vizsgálatát júniusban Kovács-Telepen, Magyarürögön és Pécsújhegy utcáiban végzik majd el. A Környezetünkért Alapítvány értékelte az idei tanévre meghirdetett háztartási elemgyűjtési versenyt. Pécsett 110 intézményben helyeztek el gyűjtőegyényeket, összesen 32 óvoda és 26 iskola, 13 ezer óvodása és iskolása vett részt az akcióban. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére rendezett országos tűzvédelmi vetélkedő döntőjében Baranya megyét a Felső Vámház utcai iskola csapata képviselte. A háromtagú csapat 8. helyezést ért el, gratulálunk! A rendőrségi hírek között beszámolhatok arról önöknek, hogy végre olyan nap is akadt, melyen egyetlen autófeltörést sem követtek el. A rendőröknek természetesen így is akadt munkájuk. Közlekedési baleset történt a Nagypostavölgyi úton, ahol egy lány figyelmetlenül lépett ki egy busz mögül az úttestre és neki ment egy autónak. A Tüzér utcában három egymást követő gépkocsi ütközött össze, feltehetően a követési távolság bennemtartása miatt. A Baranya megyei állami közút kezelő KHT tájékoztatása szerint mától az 58-as számú Pécs-Harkányi főúton az Árpád hídon felújítási munkák miatt útlezárás van érvényben a félpályán. Most pedig lássuk, hogy hogyan alakul az est további programja itt Pécsváros televíziójában. 18 óra 40 perckor indul a híradó, a mai nap legfontosabb pécsi eseményeinek információjainak összefoglalója. Mi a véleménye Pécs testvérvárosa Felbach polgármesterének városunk nemzetközi lehetőségeiről az EU csatlakozás után? Erről hallhatnak a nap témájában. 19 órakor kezdődő aktuális stúdió ma is három témával várja önöket. Egyrészt mire számíthatunk a tegnapi medárnapi özönvíz után, erről faggatjuk a Pogányi Meteorológiai Állomás vezetőjét. Összefoglalót láthatnak a Siklósi Szalon rendezvényeiről, és vendégünk lesz Pál Zoltán szobrászművész is. 19 óra 30 perctől a gyerekeké a képernyő, a mosómacik kalandjai várják őket 30 percen át. A híradó 8 órai ismétlése után sport összefoglaló következik 20 óra 20 perces kezdettel. Fél 9-kor kezdődik ma esti filmünk, amely a Titok címet viseli. A dél-amerikai krimi egy titkos ügynök izgalmas történetét dolgozza fel. Akik addig nem tudtak időt szakítani rá, 22 órakor nézhetik meg a hírműsor a Pécsma és a mai aktuális stúdió műsorának ismétlését. 11 óra előtt 10 perccel jelentkezik a Tájoló gazdasági magazinunk. Műsorzárásig 23 óra 30 percig a könnyű zenei Turmix szórakoztatja önöket. Tartsanak hát velünk, már csak pár perc és kezdődik a híradó azokkal a hírekkel, amelyekről más csatornákon biztosan nem értesülhetnek.